Sziasztok! Ma két kör kölcsönös helyzetével fogunk foglalkozni, és ezzel végéhez is értünk a koordináta geometria témakörében. El kell képzelnünk, hogy van két körünk, a K1 és a K2-es kör. Ugye mindkét körnek van középpontja, van egy-egy kerületi pontja, amely ugye mozgatható. Így, ha a körök helyzetét egymáshoz képest változtatjuk, akkor a két körnek lehet 0, 1 vagy 2 közös pontja. Ezeket az eseteket fogjuk most végigvenni. Mi van akkor, ha a két körünknek nincs közös pontja, nincs abszolút semmilyen találkozása, nem érintkeznek egymással? Feladatokra lefordítva ez azt jelenti, hogy majd az egyenletrendszerünknek nem lesz megoldása, ez akkor fordul tehát elő, amikor a két körnek nincs közös pontja, vagy úgy, hogy ha az egyik kör tartalmazza a másikat, ahogy itt az ábrán látható, ez akkor fordul elő, ha a nagyobb sugarú kör tartalmazza a kisebb sugarút, ez egyértelmű. És a két kör középpontjának a távolsága, tehát a két körünk, ugye a kiskörömnek ez a középpontja, a nagykörömnek pedig ez a középpontja, tehát a két kör középpontjának a távolsága kisebb, mint a nagyobb körnek a sugara. Akkor a nagyobb kör tartalmazza a kisebb kört. Nincs érintkezési pontja, illetve akkor sem érintkeznek egymással a körök, és nem is lesz a feladatnak megoldása, ha a két kör egymás mellett helyezkedik el, ahol itt az ábrán látható. Mi van akkor, hogyha a két körnek van érintkezési pontja? Ezek ilyenkor a feladatnak egy megoldása lesz, és ez az egy úgynevezett érintési pont, ahol a két kör találkozik egymással. Ezen az ábrán pedig itt van az érintési pont. Ilyen esetben az a kérdés, hogy a két kör hogyan viselkedik, hogy a két kör egymást kívülről vagy belülről érinti. Ilyen esetben szintén a két körnek a távolságát kell vizsgálni. Nézzük ezt az első lehetőséget. Ha a távolság, a két körnek a távolsága kisebb, mint a nagyobb körnek a sugara, akkor ezek a körök, a két kör belülről érinti egymást. Ha pedig a távolság nagyobb, mint a körsugara, a nagyobb körsugara, akkor a két kör kívülről fogja érinteni egymást, ahogy a második ábra is mutatja. A harmadik lehetőség, amikor a két kör hogy viselkedhet egymással, amikor a két kör szimplán metszi egymást, két érintési pontjuk van ezen az ábrán. Itt az egyik metszéspontnak nevezzük, érintési pontnak, mindegy, ennél meg itt van. Így az egyenletrendszerünknek két különböző megoldása lesz. A körök egymáshoz való helyzetének ilyenkor igazából nincs túl nagy jelentősége. Lényeg az, hogy az egyenletrendszerünknek két különböző megoldása lesz. Menjünk is egy konkrét feladatra. Így szól, számítsuk ki az x-1 a négyzeten plusz y-3 a négyzeten egyenlő 20, és az x-10 a négyzeten plusz y négyzet egyenlő 50 egyenletű körök közös húrjának hosszát. A két kör egyenletét, mint egyenletrendszert fogjuk megoldani, úgy, ahogy eddig is tettük. Tehát van az egy K1-es köröm, annak az egyenlete. Ezt szépen én most kibontom, tehát elvégzem majd a négyzetre emeléseket. És miután letisztáztam a K1-es egyenletemből, ez lett. Akkor hasonlóan cselekedjünk a K2-es körünk egyenletével is. A K2-est miután letisztáztam, x négyzet meg y négyzet mínusz 20x egyenlő mínusz 50-et kaptam. Most azt fogjuk cselekedni, hogy az első egyenletből ki fogom vonni a másodikat. Ez a következő lépés. Miután elvégeztem a kivonást, tehát a K1-ből kivontam a K2-t, 18x-6y egyenlő 60-at kaptam. Célszerű nem ilyen nagy számokkal dolgozni, egyszerűen egyszerűsítsünk 6-tal, akkor itt lett 3x-ből y egyenlő 10, és ebből fejezzük ki most az y-t. Ha kifejezzük az y-t, akkor y-ból lett 3x-10. Az y érték helyére beírjuk a második egyenletünkbe, az y helyére a 3x-10-et. Tehát a K2-be fogunk visszahelyettesíteni. Itt célszerű egyszerűsíteni 10-el, hogy ne ilyen nagy számokkal dolgozzunk. És kaptunk egy másodfokú egyenletet, amit x1-re és x2-re fogunk megoldani, megoldó kulcsot használva. x1-re kaptam 5-öt, x2-re pedig 3-at. Most a következő lépést nem fogom nagyon leírni. A lényeg az, hogy ezt az x1 értéket vissza kell helyettesíteni mondjuk a K1-es egyenletbe, és ugyanezt kell cselekedni az x2-es értékkel is, akkor a párjuk az y1-nek, az x1-nek a párja, akkor kapjuk meg az y-t, az x1-nek a párja lesz az y1, amelynek 5 lesz az értéke, az x2-nek a párja pedig az y2-es érték visszahelyettesítés után mínusz 1-et kaptunk. Na tehát megkaptuk a körök közös metszéspontját. Az N1 5 pontban metszi, a második érintkezési pont pedig 3 és mínusz 1 pontokban metszi. A feladatnak a következő kérdése az volt, vagyis legalábbis a fő kérdése az volt, hogy határozzuk meg ennek a két körnek a közös húrjának a hosszát. Ugye, ha elképzeljük, nagyjából így néznek ki ezek a körök. Itt számoltuk most ki az N1 metszéspontot és az N2 metszéspontot, és a feladat a közös húrjának a hosszát kérdezi, azaz az N1, illetve az N2-nek a távolságát. Itt pedig előjön az, amit a két pont távolságánál tanultunk, és ez a két pont fogja majd megadni nekünk a közös húr hosszát, tehát az N1 M2, ugye, ha emlékezzünk a két pont távolságánál tanultakra, ebbe a képletbe egyszerűen visszahelyettesítünk. Azt kaptuk meg, hogy gyök 40, ezt nem bontom tovább, tehát gyök 40 a két kör közös húrjának a hossza. Ilyen egyszerű volt ez a feladat.